Köszöntöm nézőinket, Főz a város, Főz a megye, főispán étteremből jelentkezünk ismét. Önök a Tollentáj TV gasztronómiai kalauzát látják, mondhatnám így is. És hát köszöntöm a műsorban Jóföldi Gabriellát, aki a Tolna megyei önkormányzat humán osztályának osztályvezető helyettesát. Gabi, ez egy kicsit így jó hosszú, de hát ugye a titulustól függetlenül mindenkinek muszáj enni, a hölgyeknek muszáj a konyhában sok időt tölteni, vagy legalábbis amennyit lehet, úgyhogy biztos, hogy neked is van valami jó receptet, mit hoztál nekünk. Igen, hát én azért olyan nagyon sok időt nem töltök a konyhába. Szeretem a gyorsan elkészíthető, egyszerű és ugyanakkor könnyű ételeket. Egy zöldséges tésztát szeretnék elkészíteni, ami szerintem összesen így fél óra alatt megvan, tehát egy könnyű esti vacsorának is felfogható, amiért nekem nagyon ízlik, és azért különleges szerintem, mert tejszínbe kell párolni a zöldségeket, de ugyanakkor a bazsalikom és a bors miatt fűszeres is, tehát nem csak a tejszín érezhető, és a tésztával összekeverve nekem nagyon különleges íze van, és nagyon hamar elkészíthető, ezért gyakran szoktam készíteni. Gabi, egyébként te kitől tanultál főzni? Hát természetesen édesanyámtól, de azért el kell, hogy mondjam, hogy otthon nem ilyen ételek vannak. Amikor mondtam, hogy jövök ide, mindenki kérdezte, hogy valami bogyisztói pörköltet főzök-e. Hát bevallom, tudok azért azt is, de már sajnos annyira nem bírja a gyomrom sem ezeket az ételeket, de azért ritkán szívesen fogyasztom. De pont ide készülve gondoltam, hogy már a ballagási bankettünkön én főztem a csülöppörköltet, tehát azért tudok kicsit parasztosabb és hagyományos ételeket is főzni, de most már azért ezeket a könnyebben elkészíthető és könnyebben emészthető ételeket részesítem előnyben. Tehát itt is az egészség a jelszó, akkor figyelsz arra, hogy hát igyekszem kicsit, de sajnos van, amiről nehezen tudok lemondani, tehát mindig nem szeretem a nehezebb ételeket, de hétvégén általában a szüleimnél ebédelek, illetve vasárnap, akkor mindig valami hagyományos étel van, de így ebből így nagyjából akkor így kiélem a hagyományos ízek iránti igényeimet, és akkor utána én szeretek valami különleges dolgokat kipróbálni. Gabi, faggatni foglak még, nézzük a hozzávalókat, illetve azt, hogy... Háromféle zöldség kell hozzá, pórihagyma, cukkini és sárgarépa. A receptnek az egyetlen hátránya, hogy a pórihagyma egy kicsit idény jelleggel kapható, ezért nem mindig lehet elkészíteni, és én már próbáltam új hagymával, de akkor azért nem egészen, annak egy picit intenzívebb íze van, ezért úgy... Tehát ilyen tavasztól őszig lehet ezt készíteni. A pórihagymát felkarikázzuk, igen, és kevés vajon meg kell pirítani. És utána egybe bele lehet tenni a másik két zöldséget, amit én szintén vagy karikára, attól függően, hogy mekkora a maga a zöldség, hogyha kisebbek, akkor azokat is karikára szoktam, hogyha kicsit nagyobbak, akkor azt még félre szoktam vágni. Ha már említett kockára, akkor lehet jobban kockázni, alakítani a dolgot. Gabi, közben azért hadd kérdezzek még egyet, hogy ez neked a kedvenc ételed, igen, vagy ez, valamit ez jobban szeretsz? Igen, ez többek között az egyik kedvenc ételem. Valami miatt nem tudom, nekem az íze nagyon ízlik, és nem ragaszkodom mindig a húsételekhez, tehát bár ugyan nem vagyok egy ilyen tésztás típus, tésztában akkor már az ilyen hagyományos falusi keltésztákat szeretem mondjuk, tehát szeretem a húsokat magába, és azért arra kicsit oda szoktam figyelni, hogy ugye húst, tehát inkább csak zöldséggel eszem, vagy így akkor ez a párosítás, ez meg azért jó, mert zöldség van tésztával. De ez az egyik kedvenc ételem, igen. Közben kedvet kaptam én is, persze így azért gyorsabban is megy a munka, meg hát azért én faggatózom tovább.
Gabi, te nagy receptgyűjtő vagy? Tehát, hogy begyűjtöd a hallottakat, hát, látottakat? Igen. Ezt is például el kell, hogy mondjam, a nőklapjából szedtem ki. Volt már olyan recept, amit kipróbáltam, és megtartottam magát a receptet, de volt olyan, ami nem olyannak sikerült, mint amilyennek én elképzeltem. Lehet, hogy azért, mert nem teljesen úgy csináltam, de ez is például onnan van. Aztán van egy másik étel, amit szintén szoktam készíteni, csak az egy kicsit bonyolultabb lett volna most így erre az alkalomra, az ilyen baromfi mell kocka, szintén zöldségekkel és rizssel. Illetve hát kolléga nőktől is van egy-két, volt ma már nyugdíjas kolléganőmtől, akik ugye gyakrabban készítettek otthon ételeket, tőlük is van egy-két jó receptem, amit szintén szoktam. Van tehát... így? Ez egyébként így a munkahelyen, hogy megy igen, a nagy receptcsere bere? Igen. Ezek most is persze természetesen élénken érdeklődtek, hogy mit fogok csinálni, és megígértem, hogy legközelebb majd meg is kóstolhatják. Tehát különösen régebben szerintem ez így több munkahelyen van, hogy megbeszéljük az emberek, hogy mi az, mit is, hogyha az embernek nincs ötlete, akkor mit főzzön. Hát van alkalmat, mert ugye azért erősen kötődsz a Babits Mihály Művelődési Házhoz és a Bartinához is. Tehát ha most így tovább megyek, akkor nagy utazások. Eleve már ott a gasztronómia egy olyan dolog, ami kihagyhatatlan. Gondolom, hogy külföldi tapasztalatok is vannak bőven. Igen. Na most azért olyan példát talán nem tudnék mondani, hogy onnan hoztam volna a receptet, amit még ma is csinálok. Tehát azt sem mondom, hogy teljesen mindenevő vagyok, de valóban szeretem megkóstolni a különleges ételeket. Azért azt elmondom, hogy tehát ugye én a bogyiszói táncsoportban táncoltam régen is, én a 82-ben voltam külföldön, Franciaországban, és először nekem nagyon furcsa volt a francia konyha, ugye, hogy saláta csak kis oliva olajjal és ugye előételként, de most már nagyon megkedveltem, tehát akkor még úgy gondoltam, hogy így ezzel nem annyira lehet jól lakni, de most a mai étkezési rendemben, hogy így mondjam, mert jobban beleillik. Meg tényleg az, hogy a néptánc, ahogy említettük, a munkahelyed, meg tényleg a Babits Mihály Művelődési Házban is sokszor megfordulsz. Csupa-csupa kedves hölgy, hát ott tényleg aztán ki lehet vesézni ezeket a dolgokat. De én azt is látom, hogy úgy érdekli az embereket mostanság a gasztronómia. Gondolom, hogy a különböző tévéműsorok, a népszerű személyiségek, akikhez már köthető a főzés, egyre inkább, egyre többen azt hiszem, hogy hajlanak az új ízekre, az újdonságok kipróbálására. Gabi, mi az, amit te biztos, hogy nem mondtad, hogy azért nem vagy mindenevő, mi az, amire azt mondod, hogy na, ezt köszönöm? Kettő dolgot nem tudok igazándiból megenni, az egyik az a spenót, illetve akkor ugye a spenót és a sóska, bár egyébként a főzeléket azt nagyon szeretem, és a vadas. Ez valószínűleg azért van, mert nem szeretem a mustárt. Aha. És tehát a vadas nálunk, bár ritkán ebédelek a megyei önkormányzat konyháján, de van néhány kollégám, aki akkor megy csak ebédelni, amikor vadas van, de én akkor biztos, hogy nem. Egyébként tényleg nagyon szívesen kóstolok meg különleges ízeket is, és hát azt is már most már észrevettem, miután egy kicsit érzékenyebb a gyomrom, hogy a babérleveles ételeket sem nagyon ízleni ugyan ízlik, csak tudom, hogy később majd ennek meg lesz a bőtje. Gabi, én még mindig dolgozok, úgymond a zöldségeken, így ez így félbe mehet, ugye? Igen. Vagy igen, még igen. Esetleg négy felé, és akkor közben azért ugye elkezdjük a főzést is. Tehát, hogy könnyű legyen maga az étel, ezért vajjal kell készíteni. A kevés vajon megpirítjuk a póréhagymát, amit ugye fölkockáztunk. Meg én megmondom őszintén, hogy ez tapasztalat, hogy szerintem azok az ételek, amelyek vajjal készülnek, sokkal ízletesebbek, mint
mint még az oliva olajnál is. Most otthon én elmondom, hogy ha éppen nincs otthon nálam baj, mert inkább margarint használok, tehát mondjuk kenyér vagy pirítós kenyérhez, ami nem biztos, hogy jó, akkor az olívaolajat szoktam, tehát most éppen találtam egy olívaolajat, amivel általában azzal főzök, és valószínűleg kicsit tényleg más az íze az ételnek. Gabi, amikor már érezzük a hagyma isteni illatát, akkor mi a következő lépés? Érdekes módon először ebbe a recept szerint a tejszínt, illetve a fűszereket kell beletenni, majd utána kerül bele a másik két zöldség. Most én az szerint, hogy mennyire enged levet mondjuk a zöldség, nem szoktam az összes tejszínt beletenni, hanem még esetleg később öntök hozzá, hogyha nagyon elfőni a levét. Tehát a fűszerek közül először petrezselyem zöldet rakunk bele, ízlés szerint én kb. 2 kis kanállal szoktam, aztán borsot. Én mondjuk azzal sem szoktam nagyon fukarkodni, mert szerintem az nagyon jó ízt ad neki. És bazsalikom vagy oregano, én általában bazsalikomot szoktam használni, és szerintem így a bors és a bazsalikom együtt nagyon jó ízt ad, illetve sót. Egyébként Gabi, úgy látom, hogy szereted a fűszereket, pedig ahogy így már említetted, az egészség szempontjából jobb lenne egy kicsit kevésbé. Nem, tehát vannak én úgy gondolom, hogy tehát a sóval igyekszem egy picit visszafogottabban bánni, és ezeket is így a receptekből olvassa az ember, hogy tehát mondjuk a bazsalikon vagy a petrezselyem zöld, ami nagyon-nagyon jó ízt ad, de azért annyira nem bántja az ember gyomrát, és hát természetesen bogyisztói lévén mondjuk én nagyon szeretem a paprikás ételeket, és azt gondolom, hogy nem, az erőset azt nem, tehát a nagyon-nagyon picit csípőset, és úgy gondolom, hogy tényleg nagyon sok ételnek a paprika adja meg az alapját, illetve a sűrűjét, tehát a önkormányzati bulikon úgymond, vagy ha osztálybulit tartunk, akkor mindig így odállok a férfi kollégák mellé, és mondom, hogy még lehetne belerakni paprikát, mert attól sűrűbb lesz, és mert érdekes módon ők mondjuk 10 emberre raknak kb. Annyit paprikát, mint mi otthoni 4-re, de biztos ez a hagyományokból. Ők így szokták meg a hányház, annyi szokás. Tehát ezzel egy kicsit fölforraljuk a tejszín, nes hagymánkat, és utána belerakjuk a kétféle zöldséget. És így fedő alatt egy kicsit pároljuk. Mivel egyik zöldségnek sem kell teljesen ugye puhának lenni, illetve nagyon hamar meg is puhulnak, ezért egy ilyen kb. 10 perc alatt ez az egész megfő. Én ez alatt szoktam elkészíteni a tésztát, tehát kifőzöm. A recept az ugyan spagetti tésztát ír, de én azt gondolom, hogy a rövidebb tésztákkal jobban lehet bánni, vagyis én inkább azokat részesítem előnybe, és vagy orsó tésztával, vagy csőtésztával szoktam készíteni, és akkor a meleg tésztával összekeverjük. Tehát akkor most így főzzük egy kicsit, amíg megpuhul. Gabi, hát tulajdonképpen ennyi az idő, az a 20-25 perc, ami elég arra, ugye mondtad, hogy kész is legyen ez az étel, igen, illetve elkészüljön a tészta. Említetted tehát, hogy te más típusú tésztákkal szereted. Van-e valami, amit még a nézők fantáziájára lehet bízni? Tehát van ennek az ételnek még valami olyan tulajdonsága, amivel lehet bővíteni? Próbáltad-e te már másként? Például nekem eszembe jutott a saj. Mi a helyzet ilyen szempontból? Hát én bevallom, hogy azt hiszem, hogy talán nem próbáltam, még így eszembe jutott, hogy lehet, hogy esetleg, ha mondjuk egy ilyen zöld paprikát, vagy csemege paprikát még belekarikáz az ember, annak még esetleg lehet valami ízesítő szerepe, de én bevallom, hogy nem próbáltam még másféle
zöldséggel, illetve azt mondom, hogy próbálkoztam már új hagymával, amikor nem volt a póréhagyma, de annak nem volt teljesen ilyen íze, tehát azt gondolom, hogy a póréhagyma meghatározó azért ebbe, és egyébként szerintem finom is így megsütve, illetve párolva. Tehát, hogyha elkészült ez a kis szaftos zöldségünk, akkor összekeverjük a kifőtt tésztával. Ugye ezt lehet maradék tésztával is, akkor egy kicsit át kell melegíteni mondjuk mikrohullámú sütőbe. Ez például nagyon jó ötlet, tényleg hasznosítani, sokszor feleslegessé válik a tészta egy része, és milyen jó ötlet, kedves néző. És azt gondolom, hogy nagyon, tehát, hogy nagyon gusztusos így ezzel a két színnel, hogy a piros, a zöld és a tészta. Egy kicsit... Na most én bevallom, hogy az előírtnál egy kicsit kevesebb tésztát szoktam használni, mert én mondjuk a zöldséges tésztát szeretem, és nem a tésztás zöldséget. Igen, tehát, hogy azért legyen egy kis... Van, aki meg pont fordítva. Igen, van, aki azt szereti, hogyha a tésztából van több, de én azért szeretem, hogyha van szaftja. Gabi, társaságnak szoktál főzni? Nagy vacsorák, ebédek? Hát olyan nagyon nagy társaságoknak nem. Van nekünk egy lánytársaságunk, akik úgy általában havonta szoktunk találkozni, most már szinte 10 éve. Együtt jártunk egy tanfolyamra, és ott is például nagyon sokat tanulunk egymástól, tehát ott mindenki igyekszik valami különlegességet csinálni. Tehát így egy évben egyszer-kétszer kerül rám a sor, amikor én vagyok a vendéglátó, de ott is jellemző, hogy általában ilyen könnyebb ételeket szoktunk elkészíteni. Illetve nyilván ünnepi alkalmakkor szoktam én is főzni, mert úgy értem, hogy ilyen névnap, születésnap környékén, hogyha meghívok barátokat, igen, akkor szoktam, de azok sem olyan nagyon nagy, tehát nem ilyen több fogásos ebéd, de akkor is ezeket igyekszem. Például hogy állsz édességekkel, sütés, belefér még? Hát a sütni azt régebben szoktam főleg, és azt gondoltam, hogy úgy abban volt azért nagy gyakorlatom is, tehát amíg otthon laktam a szüleimmel, akkor általában az anyukám főzött, és akkor én sütni szoktam, de most miután az öcsém családja is ott él, tehát egy háztartásban vannak, ezért, hogyha vasárnap hazamegyek, akkor most már átalakult a dolog, és a sógor nem szokott sütni, tehát így nem olyan gyakran teszem ezt, illetve most nem is túl jó a sütőm, és ezért lehet, hogy erre fogom, tehát mostanában ritkábban szoktam sütni, és mondom, inkább a sütemények közül azért előnyben részesítem az ilyen hagyományos süteményeket, tehát mondjuk nagyon szeretem a rétest, a kalácsot, az anyukám nagyon finom kuglofot is tud sütni, tehát szeretem igazándiból az édességet, tehát nálunk általában a vasárnapi asztalnak mindenképpen része a sütemény is. A tálalás az mennyiben játszik nálad szerepet? Tehát az, hogy ugye itt is többször hangsúlyoztad, hogy mennyire szép az étel, a színek, erre is oda figyelsz? Igen, általában, bár meg kell, hogy mondjam, hogy ha nagyobb társaság van nálam, akkor nem, tehát nincs olyan nagyon nagy asztalom, amin teljesen szépen tudnék teríteni, vagy legalábbis úgy, ahogy én szeretnék. Ezért nyilván a helyhez igazodva próbálom meg abból a lehető legjobbat kihozni. Még itt akkor ráteszem a maradékot is. Gabi, és egyébként ugye a munkára visszatérvés, hát azt is azért említsük meg, hogy most szeptember 1-én a megye napon a munkádért egy magas elismerésben is részesültél. Kiváló köztisztviselő cím, azt hiszem így pontos. Mennyiben játszik az életedben a szerepet? Ugye mindjárt úgy kezdted, hogy nincs sok időd a konyhában tevékenykedni, nyilván gondolom ez a munkának köszönhető, de én úgy érzem, hogy te ezt szívesen és örömmel teszed. Igen, hát azt gondolom, hogy
szeretem igazándiból a munkámat, és talán ennek a révén is ismernek nagyon sokan a városban. Természetesen a kulturális életben máshonnan is ismerni lehet, illetve meg szoktam fordulni, tehát a civil életben is részt veszek, de ezt is különösen nagy kedvel csinálom, hiszen a megye kulturális élete, kulturális intézményei, ezek mind-mind fontosak számomra, és éppen ezért elég nagy megtiszteltetésnek tartottam azt, hogy 13 éve dolgozom a közigazgatásban, és megkaphattam már ezt a kitüntetést, úgyhogy nagyon örültem neki. Ezúton is gratulálunk hozzá, és akkor nincs más hátra, mint hogy tálaljunk. Jó. Íme az étel némi körítéssel, és hát a munka elvégeztével, természetesen a remek fogás után, ahogy az így ebben a műsorban, meg hát én remélem, hogy sokak életében is jár az a bizonyos pohár kísérő. Gabi, te mit kedvelsz, mit szeretsz? Ugye itt Szexár dombjain azért nagyjából én azt látom, hogy mindenkinek a szíve a borokhoz húz, de lehet, hogy te éppen rácáfolsz erre. Nem, én is a borokat kedvelem. Igazándiból a vörösbort szeretem, de azt gondolom, hogy ehhez az ételhez fehérbor vagy rozé illik. A rozék is a kedvenceim közé tartoznak még. Igazándiból a sárosdi féle rozé ízlik nekem a legjobban, bár a többit is kedvelem, például nagyon jó a borász, aki a zombai Misocki, a Misocki borház rozéja is nagyon. A Misocki borház rozéja is. Pedig voltam nagyon már ízlik. Itt nálam Igen, már én is láttam. És a fehér borok közül, amit most én nem régen kóstoltam meg, a mészáros féle fehér kadarka, de azt gondolom lehet, hogy ehhez egy picit talán nagyon illatos az, tehát én azt inkább így desszerthez tudom elképzelni, de mindenképpen nekem nagyon ízlik, azért is azt hiszem, mert nagyon különleges, és mivel már többször volt alkalmam a Mészáros Palinál vendégeskedni, tudom, hogy ő is így kezeli, tehát elég különlegességként, különleges értékként. Tehát ehhez azt gondolom, hogy akkor rozé vagy valami jó kis fehérbor. Hát mi a fehéret választottuk, jó, mi amellett döntöttünk most. Gabi, én köszönöm, hogy itt voltál nálunk. A nézőket arra buzdítom, hogy próbálják ki az ételt, mert ahogy láthatták, tényleg könnyen elkészíthető, de azt hiszem, hogy ismét igaz itt is az a mondás, hogy egyszerű, de nagyszerű. Úgyhogy jó étvágyat kívánunk, és mindenkinek kedves egészségére. Egészségünkre jó étvágyat.